Tömegverekedés egy szórakozó helyen. Az esetet csak eljátszották ezek a fiatalok. Volt szénmonoxid mérgezés egy garázsban, de egy robbanással zárult kerti sütögetést is szimuláltak az önkéntesek a nyíregyházi Pánki Donát műszaki középiskolában. Itt rendezték meg ugyanis az országos első segélynyújtó verseny nyíregyházi területi fordulóját. A megmérettetést a Magyar Vöröskereszt szervezi minden évben. Az idei volt az 52. ilyen esemény. 8 csapat Nyíregyháza és Nyíregyháza környéki általános középiskolákból érkeztek, illetve van felnőtt csapatunk is, aki összemérik most a tudásukat. Ez egy nagyon jó lehetőség a gyerekeknek megtanulni az első segélynyújtást. Ugye a Vöröskeresztnek az egyik legfontosabb tevékenysége a laikus első segélynyújtóknak a képzése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több ember tudjon legalább egy helyszínen, amikor valamilyen probléma történik, fölismerni azt, hogy van-e szükség újraélesztésre, illetve hogyha arra szükség van, akkor ezt szakszerűen el tudja kezdeni, hogy utána a mentőhívással, a mentő megérkezéséig fönn tudja tartani az életfunkciókat. Van olyan fiatal, aki már nem először vesz részt a megmérettetésen, de olyan is akad, aki versenyzőből csapata egyik felkészítője lett. Nekem, amikor versenyzőként voltam, hatalmas élmény volt, és nagyon örültem ennek az egésznek. A megyei is nagyon izgalmas volt, érdekes. Az országos is tényleg egy hatalmas élmény volt, nagy buli volt az egész. És egy kicsit így számomra is egy nagyon meglepő, meg fura, hogy most mind felkészítő vagyok itt, és én készítettem fel a csapatot. Nagyon jó is. Különleges érzés ez így számomra, hogy most már egy másik szinten és más oldalára is megismerem ezt az egészet. A szervezésben, a többfordulós verseny lebonyolításában az országos mentőszolgálat munkatársai is jelentős szerepet vállalnak. Vajtársaim részben a szervezésben vettek részt, részben pedig a kárhelyeken, kárhelyszíneken, a egy-egy helyszín biztosításában, a bemutatásában, a szakmai zsűrizésében vesznek részt. Bármilyen kérdés esetén állnak a segítségükre a kis fiataloknak, a versenyzőknek. Óvások esetében döntenek annak a hátteréről, a szakmaiságáról. Úgyhogy több ponton tudjuk segíteni a Vöröskereszt szervező munkáját, így immáron 52. alkalommal. Győzteseket 3 kategóriában hirdettek, az általános és középiskolás diákok mellett felnőtt csapatok is indultak. A legjobbak a vármegyei fordulóban mérik majd össze tudásukat, onnan pedig a szeptemberi országos döntőbe vezet az első helyezettek útja.